Malomipar újraindítása Karcagon, népkonyha üzemel Megyénkben, piros szőnyeget akart lopni, Burján Hanna Gréta élete a kosár. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2021. április 27-én 18 óra 5 perckor. Az egykor szebb napokat látott malomipar újraindításáról, a Szatmári Malom Kft. Karcagi beruházásáról egyeztetett F. Kovács Sándor, Szepesi Tibor polgármester úr és Kovács Péter, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Jász-Nagykun-Szolnok megyei igazgatója társaságában Szatmári Zoltán úrral, a Szatmári Malom Kft. Tulajdonosával. Milyen fontos fejlesztés valósul meg városunkban? Jó napot kívánok, Szatmári Zoltán vagyok, a Kunmalom Kft. Tulajdonosa, ügyvezetője. 2014-ben vásároltunk Karcagon kettő telephelyet, a villamos úton és a vasút mellett a Hántolót. Hántolóban jelen pillanatban nagy felújítás, beruházás történik, új silókat építünk, és a tárház rekonstrukcióban teljes burkolatot kap újra. Ez az összeg 450 millió forint beruházás költségbe kerül. Ehhez kaptunk állami segítséget 45%-ban. Említett, hogy hol tart jelenleg, milyen fázisban a beruházás, melyek lesznek a további folyamatok, mikorra várható az elkészültek? Az folyamatok elkezdődtek, az alapásás és a alapozás megtörtént, év végére várjuk a teljes elkészültséget, év végéig vállalatokat készen leszünk, ezt tudjuk tartani. Másik beruházásunk most tervezés alatt van, a Villany utcában, ahol egy 30 ezer tonnás betonsiló és egy nagyon régi malomépület állt. Itt szerettük volna ezt a malomépületet elbontani, és egy új impozáns épületet építeni, amiben hántolót tervezünk. Üdvözlöm, egy hatalmas beruházás van folyamatban Karcagon, a szakmai hátteréről beszélünk nekünk egy kicsit. Köszönöm a lehetőséget, Tóth Kár Sátran vagyok, a Szatmári Malom Kft. Ügyvezetője. Igen, a régi úgynevezett öllőüzemnek a helyére próbálunk fejlesztés alatt lévő dolgokat vinni. Ez azt jelenti, hogy egy hántoló, első körben egy hántolóüzemet tervezünk, ahogy tetszenek látni, a teljes épület egy 48 méterszer durván 50 méteres rész. Ebben lesz, tervezünk egy új hántolóüzemet, és mellé egy kis alapanyagraktárat. Ezt, ha a látványképet nézzük, ezen jól látod, hogy a belső részen ugye van a 30 ezer tonnán silónk, onnan fogjuk hozni az árut, ez a rész lesz a maga termelőüzem, ez a mellette lévő pedig az új raktár rész. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy olyan hántoló üzem lesz, ami több fél alapanyagot tud hántolni. Egyelőre még ott járunk, hogy tönköly búzát és árpát biztos, hogy fog, és megnézzük még, hogy ugyanezzel a technikával mik azok a magok, amiket még pluszba tudunk hántolni. Miért fontos ez a beruházás a város életében? Mind a két beruházás nagyon fontos, mindenképpen szót kell ejteni a már elkezdett rizshántoló malombeli beruházásról is, ugye ott egy kukoricamalomról beszélünk, amely átadásra került az előző elmúlt években, és természetesen ez a beruházás is folytatódik, ahogy hallottuk az imént. A másik beruházás az folyamatban van, amely azt jelenti, hogy egy üzemen kívüli telephely gyakorlatilag teljes egészében megújul, és újra kezdődik az a fajta munka, az a hántoló, feldolgozó üzem, ami jellemezte ezt a területet. Ahhoz, hogy ez meg tudjon újulni, természetesen szükséges, hogy a meglévő épületek megvizsgálásra kerüljenek, mi az, amit fel lehet használni, mi az, amit nem, mi az, amit a következő években, évtizedekben, hasonlóan az előző évek, évszázadok hagyományához lehet folytatni. Én nagyon köszönöm a ügyvezető igazgató úrnak és
tulajdonos úrnak is, hogy eljöttek ide a Városházára, bemutatták azt az elképzelést, azokat a fejlesztéseket, amelyeket ők elképzeltek, illetve bemutatták azt a jövőt, amelyet Karcag fejlődésében terveznek. Ez mind ahhoz fog hozzájárulni, hogy az a megkezdett munka tovább folytatódjon, további munkahelyek létesüljenek, és a város tovább tudjon fejlődni azon az úton, amelyet remélem, hogy a következő években, évtizedekben tudunk majd folytatni. Említette polgármester, hogy újabb munkahelyek létrejöttét teszi az lehetővé. Ez főben mit lehet elmondani, mennyi embernek fog munkát biztosítani? Természetesen erre is megkaptuk a megfelelő választ, attól függ, hogy milyen technológiával fog indulni. Ugye most jelenleg tervezés alatt áll maga az üzem. Ha az előző éveket nézzük, akkor gyakorlatilag nulla volt az eddigi munkahely ezen a területen. Tehát minden, ami lehetőséget biztosít, az 10-20 családnak, 30 családnak lehetőséget fog arra biztosítani, hogy helyben maradjanak és helyben boldoguljanak. Látványában hogyan kell elképzelni majd az új épületet? Ez egy nagyon fontos kérdés, hiszen maga a még álló épület egyfajta ikonikus épülete a karcagi látképnek. Ezt kértük a tulajdonostól, hogy lehetőleg hasonló jellegében mindenképpen hasonló épületet próbáljanak tervezni és elképzelni a Malom épületének. És azt is kértük természetesen, hogy az a mindenkit foglalkoztató csörlőház, amely sajnálatos baleset során megrongálódott, felújításra kerüljön, és természetesen egy olyan elhelyezése legyen ennek a csörlőháznak, amely a közlekedést sem akadályozza. Tehát találjunk egy olyan helyet, egy olyan lehetőséget, ami a Malom fejlesztése mellett az ottani közútnak a biztonságos használatát is lehetővé teszi, azzal együtt, hogy a csörlőház természetesen megmaradjon eredeti állapotában. Újfajta szolgáltatással segítik a koronavírus járvány miatt is nehéz helyzetbe került embereket Jászapátiban és a város 50 kilométeres körzetében. A jászsági népkonyha helyi alapanyagokból készülő egytálételt tud biztosítani, akár 10 000 ember számára is. Készül az ebéd Jászapátiban a napokban átadott jászsági népkonyhán. Hitem szerint, hogy ha valaki a közszolgálatot fölvállalja, akkor mindent meg kell tenni annak érdekében, ami jó az embereknek. Vagy ha valahol valami jól működik, akkor azt nekünk el kell sajátítani. Így figyeltünk fel Debrecen környékén a civil étkeztető központra, akik ott abban a térségben közel 30 000 főre főznek napi szinten, és ez egy fontos dolog. Fontos dolog most itt a Covid idején, amikor azt látjuk, hogy embereknek egy-egy adag ételért el kell menni bevásárolni, előkészülni, megfőzni, itt pedig, ha az önkormányzatoknál regisztrálnak, akkor ingyen térítés nélkül bárki megkaphatja ezt a szolgáltatást. Így elmentem és megkerestem a szolgáltatóközpont vezetőjét, és kértem, hogy itt a jászságban is ezt a szolgáltatást csináljuk meg. Az volt a kérésük, hogyha biztosítunk számukra egy konyhának megfelelő épületet, akkor eljönnek és meg fogják valósítani itt is ezt a szolgáltatást. Így kerültek ide a jászságba. Gyakorlatilag pár hét alatt már elértük, hogy közel 5 000 adag ebéd készül, és ez még nem egy véges szám, hiszen az önkormányzatok számára még továbbra is nyitott a lehetőség. Bárki a lakosság körében, aki élni akar ezzel a szolgáltatással, regisztrál az önkormányzatoknál, osztópontokon keresztül minden településhez, minden emberhez eljut ez a szolgáltatás, ami hitem szerint mindenki számára fontos. A jászsági népkonyha Jászapátin épült meg, itt újult fel, és Jászapáti közelében 50 kilométeres távolságon belül létesültek az önkormányzatoknál a településeken osztópontok, és ezeken az osztópontokon keresztül jut el a friss ebéd minden egyes településre, illetve minden egyes háztartásba, akik regisztráltak. Ahogy látszik, ez egy nagyon komoly beruházás volt, nagyon komoly eszközöket és gépparkot hozott ide a szolgáltató, ami azt jelenti, hogy a mai adag, ami közel 5 000 fő, ez akár meg is duplázódhat, a konyha kapacitása el fogja bírni. Azon túl, hogy maga a szolgáltatás minden ember számára fontos, aki regisztrál, munkahelyet teremtettünk, és egy nagyon jelentős adóbevételt a városnak. Több mint 20 fő dolgozik jelenleg
a konyhán, illetve a kisegítő személyzet, valamint minden településen, akik az osztópontokon részt vesznek, és a gépkocsi vezetők, akik az itt elkészült ebédet a településekre kiszállítják. A Jászapáti 50 kilométeres körzetében élők a helyi önkormányzatnál regisztrálhatnak, ha igénybe akarják venni ezt a fajta szolgáltatást. A konyha beszállítói elsősorban a helyi, illetve környékbeli kistermelők. A cég azon felül, hogy komoly összegeket fektetett a konyhai eszközök beszerzésére, munkahelyeket is teremtett a településen. Helyi alapanyagokból főzünk, arra tudunk figyelni, a helyi specialitásokra annyira nem, mert kalóriatartalomnak kell meglenni, és eléggé szűk skálán tud mozogni, ami megfelel mindennek a szabályok szerint. Amennyiben lehetséges, mindenképpen a helyi vállalkozóktól szerezzük be. Egyrészt segítünk ezzel a helyben lakó embereknek, vállalkozóknak a vírushelyzet miatt nehezen kialakult forgalmat növelni. Másrészt meg hiszünk abba, hogy ahol vagyunk, ott segítsünk. A cégünk jelenleg 3 megyében 7 darab konyhát üzemeltet, közel 150-en dolgozunk, ebbe az üzembe jelenleg 20 fő helyi dolgozó dolgozik. A jászsági népkonyha jelenleg napi 5000 adag egytálételt készít el és szállít ki a települési önkormányzatokkal közösen működtetett elosztópontokra. De a cég képes megduplázni ezt a kapacitást, ha lesz rá igény. Meglátta a karcagi ház kerítésén száradó piros szőnyeget, és megkísérelte azt eltulajdonítani. Egy helyi lakos tett feljelentést a rendőrségen, mert karcagi lakóháza udvarára a déli órákban bement egy személy, és a kerítésen száradó piros szőnyegét megkísérelte eltulajdonítani. A tulajdonos épp kilépett az ingatlanból, így cselekménye közben megzavarta a hivatlan látogatót, akiben utcabeliét ismerte fel. A jogsértő a szőnyeget hátrahagyva kimenekült az udvarból. A rendőrök elfogták, és a karcagi rendőrkapitányságra előállították a lopásvédség kísérlet elkövetésével megalapozottan gyanúsítható 25 éves férfit. A terhelt a nyomozóknak beismerő vallomást tett. A Györfi István Katolikus Általános Iskolában Burján Hanna Gréta kosarassal beszélgettünk. 2018-ban kezdett kosarazni, összeszokott csapatba került, nagyon jól, kedvesen fogadták társai. Én 2018-ban kezdtem el kosarazni, egy összeszokott csapatba kerültem, mint újonc, viszont nagyon-nagyon jól fogadtak, és nagyon kedvesen befogadtak engem, és szinte már én is, minthogyha 2-3 éve kosaraznék velük. Kosarazás előtt énekversenyeken vett részt, úgy gondolta, ki szeretné magát másban is próbálni. 2 hónapja már szerzi a pontokat a csapatnak, már érzi a játékot. Azelőtt énekeltem, és hát egy kicsit meguntam, így úgy gondoltam, hogy ki szeretném próbálni magam más területeken is, és az egyik osztálytársam kosarazott, és úgy gondoltam, hogy én is kipróbálom magam, és úgy gondolom, elég jól sikerült. Igazából egy jó 2 hónapja szerzem a pontokat a csapatnak, azelőtt még nem nagyon sikerült javítanom az eredményeken, viszont úgy gondolom, hogy egy elég jó játékosa vagyok én is a csapatnak. Legnehezebb számára 3 pontos dobni, de ezt is gyakorolja, és odafigyel arra is, hogy kondival bírja a meccseket. A suliban kedvenc tárgya testnevelési is a történelem. Sok versenyen vett már részt, és még lesznek matematika területi döntője, angol és olvasó versenye is. Testnevelés, történelem, matek, hát még igazából az összes. Versenyekkel, hogy állsz? Hát ezen a héten és jövő héten elég sűrű hetem lesz, mivel most lesznek azok a versenyek, vagy hirdetik, hogy ki nyert. Matematika versenyen területi döntő most lesz pénteken, jövő héten angol verseny, olvasó verseny. Szeret olvasni, nincs kedvence, de a kötelezőt, a Pál utcai fiúkat is kiolvasta. Én nem vagyok ez a nagyon netes típus. Én inkább a könyveket szeretem, és otthon is nagyon sokat olvasok. Kedvenc írót, kedvenc könyved, mesélj erről kicsit. Hát a Geronimo könyveket olvasom, és most is olvasok egyet. A kedvencem a Fantázia Birodalmának hercegnőinek története. És hogy állsz a kötelező olvasmányokkal?
mindent kiolvastam, amit erre az évben kellett. Felnőttként sem hagyja abba a kosarazást, de fodrásznak készül. A kosarazást továbbra sem szeretném abba hagyni, viszont fodrászban gondolkoztam, hogy talán. Az iskola ének csapatával, amikor még énekelt, országos ezüst minősítést kaptak egy versenyen, ahol egyéniben második lett, így nem okozna gondot most sem egy népdal eléneklése számára. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon. Ne feledjék, vigyázzunk egymásra és viseljünk maszkot. Viszontlátásra!